Az ütközés pillanatában mintegy 100 utas tartózkodott a személyvonaton. Négyen szenvedtek súlyosabb sérüléseket. A nehezen megközelíthető helyszín miatt a sérülteket először a vasútállomásra, majd onnan kórházba szállították. A pacienti sú svi prebačeni u urgentni centar. Pružena im je hitna medicinska pomoć na terenu. Mi smo angažovali 5 naših vanrednih ekipa, tako da smo na vreme zbrinuli sve povređene pacijente. A szerencsétlenségnek 5 kiskorú sérültje van, őket a gyermekkórházban látták el. Életveszélyes sérüléseket senki sem szenvedett. A szükséges vizsgálatokat követően mindenkit hazaengedtek a kórházból. Došla je centralna komisija za vanredne događaje iz Beograda i operativna komisija Novog Sada, gde su zastupljene sve službe, znači sva tri preduzeća, preduzeća infrastrukture, Srbija voza i Srbija karga. Oni su tek počeli sa svojim poslom i oni će imati još dosta tu. Pre svega treba da saslušaju mašinovođu što se desilo, da uzmu podatke sa brzovren trake, da pogledaju oštećenje voznog sredstva i nakon toga će napraviti izvešte i znaćemo razlog je i uzorok i što se sve tačno desilo u vanrednom događaju. A mozdonyvezetőt még a reggeli órákban sem tudták kihallgatni, ugyanis sokkos állapotban volt. Egyelőre nem tudni, emberi mulasztás, meghibásodás, vagy pedig a rossz időjárás és a gyenge látási viszonyok okozták-e a balesetet.